Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. Jelen pillanatban itt vagyok a deszki horgásztavon, és mivel úgymond a tó elején, mármint a tó elejére ültem le, ugyanis a tó vége felé, a felétől van egy verseny, és úgy gondolom, hogy talán ezen a nyugodtabb részen, a tó elején bírok pontjokat fogni, mert ez egy nyugodtabb zóna, de majd a videó végére kiderül, hogy mi lesz. Ígéretes volt már pontfordulás, szóval majd meglátom. Most jelen pillanatban így, hogy verseny van a tavon, így ezért elég nagy a nyüzsgés forgás. Viszont még itt van a tavalyi etetőanyagom. Tavaly nyáron horgáztam ezzel az etetőanyaggal utoljára, azóta a fagyasztóban pihent. És hát úgy tűnik, hogy az állaga meg a aromája minden megmaradt. Csak le kell gyorsan rostálnom. Pont aznap, amikor filmeztem ezzel a szetető anyaggal, akkor annyira meleg volt nyáron, hogy egyszerűen nem bírtam filmezni, és 10 perc alatt úgy fölfordult a telefon, hogy vége volt a pecának. Akkor bírtam azt hiszem 22 darab pontot fogni, és sikerült egy omúrt is, egy olyan 6-7 körülit. De most az etető anyagnak az alapja szerintem ez lesz, és nem is biztos, hogy keverek még etetőanyagot. Tehát van még nálam egy fishgébetain lighting pellet, de szerintem azt majd meghagyom még későbbre. Minden esetre ezzel elkezdtem a pecát, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásban. Csalinak valószínűleg először a madártej fog felkerülni, ami be van kezelve izotonic go-val. Tehát kicsit azért eltér az átlag madártejektől. Ez egy sárga színű dumbbell, ami úgymond szerintem nagyon jó volt itt a deszki horgászatok során. Csak hát elfelejtettem a töltőmet idehozni. Jó van, most már ezzel is rendelkezem. Tehát ebből a zöld színű, sötét zöld színű etetőanyagból ez a sárga rikító dumbbell ki fog úgymond tűnni. Hát őszintén bevallom, nem tudom, hogy milyen lesz az hely, a távokat már kimértem a túloldalra, a part elé. Hát azért elég rémisztő, hogy jaj, nehogy kimenjen a túloldalra. De szerintem nem lesz belőle baj, legfeljebb átsétálok. De amikor úgymond meg van töltve a cucc, akkor benne van a horg, és nem bír úgymond beleakadni nagyon a túlpartba. Főleg, hogy ott fű van. Nagyon gyorsan bedobom. Szóval itt óvatosan, precízen kell dobni. Meg hát nekem arra is figyelni kell, hogy a zsinór ne hogy felakadjon erre a kis bokorra, ami itt van mellettem. Nyilván most, hogy ekkora a konkurencia a tavon, így úgy gondolom, hogy nehéz lesz úgy halat fogni, de akasztottam valami egész jót. Tudja a hal, hogy merre kell menni. Hiszen itt van a bokor. Az neki egy olyan menedék, ami úgymond szabadulást jelenthet számára. Tényleg majd kérek egy kis véleményt tőletek, hogy ez a csiptetős mikrofon milyen. Hiszen így egy kicsit többet is bírok beszélni a filmben, mármint a videóban. Jaj, a másikat is húzza közben, köszi. Az meg a csoki narancs, érdekes. Azzal sem fogtam még itt. Jól van, akkor gyorsan ezt matracra. Na, ez elképzelhető, hogy kiköpte. Nem, még ott van rajta. Jaj, gyorsan a botot a helyére rakom. Aztán gyorsan vágjunk be a másiknak, vagy fárasszuk ki a horgon lévő halat, mert itt van akadó is a tóban, bár nem sok, de hogyha a hal meg van akasztva, akkor képes az akadóba rongyolni, ami úgymond egy kosár meg egy szerelék elvesztésével jár, ami nekem most nem jönne jól. Egy
egyel több a repertoárban. Így most már kettő hal két dobásból. Nem gondoltam volna, hogy egyből jön ennyi hal. A felkelő nap sugaraiban. Ez a szép pontja örvendeztet meg engem. Mindjárt visszateszem. Őt is. Mondjuk az előző az nagyobb volt, de majd jön még. Na gyere, potyó! Ússzál csak. Én fogok még egy másikat. Pont most akartam ezt a botot frissíteni. Egyébként élnek termetes kálászok ebben a tóban. Ugyanúgy, mint az 1-es, 2-es, 3-as tóban. Csak hát a pontja ez mégis egy értékesebb hal a magyar emberek számára. Viszont a kárász meg egy olyan megmentő is lehet. Viszont vigyázni kell arra is, hogy ha könnyen kijön, akkor lehet, hogy amúr. És hogyha ezt úgy láttam, meg jól láttam, akkor ez egy kis pontyocska. Na gyere! Az idei évben megtalálnak nagyon engem ezek a szaporulott pontyok. De hát ez sose probléma, hogyha van egy tónak szaporulata. Valami érdekes növényt is kifogtam. Vagy kitaláltam rá egy jobb nevet. Pontypicúr. Vagyok, de nagyon sokan él ebben a tóban. És hogyha valaki azt mondja, hogy sok hal van benne és egy pocsoly a víz, azzal úgymond teljesen egyet bírnék érteni. Bár, hogyha figyelembe veszük, hogy ez egy volt csatornának a holtága, akkor hát nagyobbra nem is lehetett volna úgymond ezt a tavat tervezni. Vagy talán még esetleg kibővíteni, hogyha arról van szó. De nem hiszem, hogy szükség lenne rá. Egyébként ez egy nagyon jó versenyvíz. De akkor is nagy a konkurencia. Viszont hogyha megnézzük azt, hogy ha mondjuk van olyan ismerősöm, akit érdekel a horgászat, de nem horgászik, úgymond, akkor azt elbírnám ide hozni. És megbírnám neki mutatni, hogy milyen nagy élmény pontyokra horgászni. Nyilván aztán megtanulná, hogy mennyit jelent a kitartás, meg a türelem. De ízelítőnek egy ilyen tó tökéletes szerintem. Nyilván figyelembe kell venni azt, hogy most verseny van a tavon. Így a halak sem úgy esznek, mint ahogy szokás. Hétköznap, hogyha lejönnék, akkor enyém lenne az egész tó. Az összes halat kibírnám fogni belőle, ebben biztos vagyok. De ilyenkor mások a szabályok, verseny azt tudjuk, hogy mindig más. Viszont hogyha a versenyen nincsen hal, akkor tesztelgetni kell, és van is egy ötletem. Na, az újdonság ereje. Szép ez a bokor, ami itt van mellettem. Még egy kis árnyékot is ad, így áprilisban. Most már azért kezd jó idő lenni. Na ez vajon milyen hal lesz? Nézzük már. Nézd már, hogy megy a bokor fele. Tudják, hova kell menekülni. Hú, de tudja. Na, sikerült elszedni. Szákolható részre ért. És most már a dobóerdőkém is bent van, ami úgymond abszolút nem indokolt ezen a tavon, hiszen szinte nulla 30 méter, amit meg kell dobni. Ez még egy kezdő is simán megdobja, főleg az én 3.90-es botjaimmal.
Szerintem ez nagyobb lesz. Nyilván bármekkora is a hal, én szeretném megfogni. Szeretném megmutatni a kamerának, hogy mivel küzdök éppen. De a bányai tanulságból kiindulva biztos, hogy nem fogom sokáig erőltetni. Azt a milyen jó erőben van ez a hal. Ó, hogy közben meg a másikon is kapásom van, vagy volt, nem tudom. Kiköpte el már. A végén kiderülne, hogy nem is olyan nagy, mint amilyennek tűnik. De azért szép burványokat nyom. Na. Azta. Hogy vegy be a bokor alá. Ezt nem engedhetem meg neki. Hú, most hálát adok a jó Istennek, hogy ilyen okos voltam. Lecseréltem a horgomat. Nem is azért, mert életlen lett volna az előző csak. Csak nem volt rajta szilikon. És jelen pillanatban most nagy szerepet tulajdonítok a jó akadásnak. Ez pedig a szilikon által jó lesz majd. Remélem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hal lesz ez. Vagy mekkora. Bodasz dolgozik rendesen. Hogy elképzelhető, hogy amúr, bár az mondjuk megmutatta volna már magát szerintem. Nem is tűnik olyan nagy ponynak, csak erősnek. Bár ha így görbül a bot, így lehet játszani, szórakozni a halakkal. Ó, jó ez. Szerintem 4-es 5-ös megvan. Hú, de remélem, hogy megbírom fogni. A más kérdés, hogy mi van a másik boton? Bár mondjuk az beejtette. Hú, töves ponty. Ú, de szép. Most felraktam neki egy puncsmentát. Kipróbálni. És milyen jól tettem. Ezt a kis rikító színű csalit viszonylag hamar megtalálta. Légy színe, menj be a bukorba. Brutális erő van ebben a halban. Tudod, hogy köze van az, hogy nyurgás. Na, bele is akad egy ilyen kis fába. Bokorféleségbe. Na. Na, a végén meg így kiugrik előttem. Igaz, nem olyan nagy, de... tökéletes halacska. Versenyez már hozzá a kilókat. Na, van kedved egy retúrra? Van. Neki nagyon örülök. Nem itt az előző helyet, nem örültem volna, de ő neki még jobban. És ott van a puncsmenta. Ez a piros, vagy pontosabban a rózsaszín színű csali kis áttörést hozott. Milyen szép halacska. Örülök neki. Köszönöm az élményt. Mindjárt visszateszlek. A csatát azt én nyertem. Viszont a legyőzött vissza nyeri a szabadságát. Na, mehet. Szevasz. Nos, hát akkor meglógott egy halam. Fárasztás közben, nyilván mindkettőnek nem bírok bevágni. Hogyha lenne most egy operatőröm, mondanám neki, hogy figyelj már, kapás van mindkettőn, fárasz már ki. De erre most nincsen lehetőség. Ezért kifogom én az összeset. Erre nem is nyomtam semmiféle sprét, gélt, csak így simán puncsmentával. Na, a másikat nem bírom bedobni, mert kapás van. És meg is akasztottam.
Csoda szép idő van a horgászatra most. Olyan kellemes, kicsit sejtelmes, felhős, borongós, néha süt a nap. Néha meg elbújik. De a hetedik pontja horgan. Az egyiket nem videóztam le, mert közben meg elszakadt egy kosaram. Tehát tudjátok, a horgászból meg is meg kell élnie valamiből. Mert hogyha soha nem vennék kosarat venni, akkor talán beszállna a horgászbolt. Mondjuk idén ez volt a harmadik kosaram. De hogyha havonta elszakítok egyet, akkor nem lesz probléma. Főleg a horgászatok száma 100 egy évben. Megint egy másik csalit raktam föl. És érdekes, hogy minden csalival egyet-kettőt bírok fogni. Aztán már nem kell neki. Nagyon érdekes. De tetted is szép a horgászat, hogy mindig ki lehet kísérletezni, hogy mi az, ami jó. Na gyerünk a matracra. Nyilván mondtam, hogyha valakit elhoznék ide, élménybet szára, hogy megmutassa, hogy milyen a horgászat, akkor ha ennyi halat bírok fogni, vagy ennyi halat bírunk fogni, akkor az már nagyon jó. Nyilván itt tesztelgetni kell most ezt a tintahalbarackkal bírtam megfogni, amilyen dupla színű csali. Milyen kövérke kis ponty, valószínű, hogy tele van ikrával. Lassan itt az ívás időszaka is. Vissza a helyedre, a vízbe. Ebben a pillanatban akartam mondani, hogy keverek már egy etetőanyagot, ugyanis már elfogyott. Pont ez volt az utolsó dobásom. És egy órája nem bírtam nagyon halat fogni. Aminek szerintem egyetlen oka az lehet, hogy brutálisan alacsony a légnyomás. Ami egyenlő azzal, hogy 1008 volt, mikor elindultam otthonról. Most pedig 1006. És csökken. Jaha. Meg közben föltámadt a szél, olyan, mint egy ilyen kis ilyen szeles. Hát azt mondanám, hogy hidegfront erős széllel bejött, amit jósoltak. De nem vészes. Ez vajon mi lesz? Kis ponty. Miután ezt a halat megszákoltam, már vissza sem bírok dobni. Hű! De kicsi. Ilyen kis pontyokat nem nagyon fogtam én deszken. Most már ugyan minden hal kincset ér. Ugyanis annyira alacsony a légnyomás, hogy egyszerűen nem lehet halat fogni. Bár ő most ezt megcáfolta. Ilyen tenyeres kis potyka. Azt hittem, hogy megvan a tizedik pont, aztán jött egy ilyen jó nagy kárász. Őt már érdemes megmutatni, ő a harmadik. Az előző kettő kisebb volt. Nem bírom bevágni.
nagyon nehéz most halat fogni. Tehát szinte vért kell izzadni, nagy a konkurencia. Szinte verseny van a tavon, ami részben igaz. Pont részben, mert a fél tavon van verseny, de biztos, hogy a hal meg van úgymond zavarodva, annyira, hogy ne táplálkozzon olyan intenzíven, ahogy kellene neki. De most elővettem ezt a másik töltőmet egy picit a nagyobb cuccok bejuttatására. Ezt a neviszeset, amit még annó használtam, de sose baj, hogyha itt van nálam. És annyit változtattam, hogy ezzel a kis aktivátor likviddel, a speciálban itt meg van ez a cucca úgymond. Egyik ismerősömtől kaptam, és lehet, hogy most jó lesz. Kicsit megplötykölöm vele. És ezzel bírtam egyből a 10. pontot megfogni. Lehet, hogy számít valamit ez a kis aktivátor. Ilyen kagylós illata van egyébként. De olyan édeskés kagylós. Hát mehet be. Nem is biztos, hogy az íze, hanem inkább a színe az, ami tetszik a halnak. Vagy úgymond másabb, mint a sárga színű, vagy narancssárga színű csalik. Ez ilyen rózsaszín. Ilyen erősen rózsaszín. Na, azt tette meg. És azt fogom visszadobni. Le is lopta a csalimat. Jól van, nem baj, majd rakok fel másikat. Na most elfogtam tükrösből egy ilyen szépet. Na, még fognom kéne kettőt. Mint látható, az ötött anyag már véges, viszont kettő pontjára még bőven elegendő lehet ez a 4-6 dobás etett anyag. Hát bízom benne, hogy meg lesz az olyan kerek szám, jötösével. A 13 nem, az prím. Az nem jó szám. Szóval még kettőt fognom kell. De jó tett volt elővenni ezt az aktivátorgélt. Sorra fogom vele a halakat. Ez a legaranyosabb fogásom ma. Tuti. Na, menjétek is aranyos fogás. Te utolsó. És egyben 15.